A meccs szezon furcsa meglepetéseket hozott a piacon, olyan forgatókönyv zajlott le, amelyre előzetesen egyetlen piaci szereplő sem számított, mondta el televíziónknak a Fruitweb alelnöke. Nagyjából 50 ezer tonna gyenge termésre számítottak az idén, amely a tavaszi fagyoknak volt köszönhető, azonban a betakarítás és a felvásárlás közötti események tovább rontottak a gazdák helyzetén. A jelentős tavaszi fagyok okán 50 ezer tonna körüli termést vártunk, és az látszott, hogy Lengyelországban és Németországban sincs kiugró termés, mely országok még viszonylag jelentős hatással vannak a megy piacára. Ennek ellenére a vélhetően a jelentős minőségi problémák okán július első napjaiban egy jelentős törés következett be a megypiacon. Az addigi 250-280 forintos nettó termelői árak, értve alatta a feldolgozó üzembe beszállított megyet, 200-220 forint magasságába zuhantak, és július 5-10-e körül annyira feltorlódott a megy, legfőképpen a belföldi konzervgyárakban, hogy néhány napra még az átvételét is le kellett állítani. Ez a nem várt esemény és a piaci torlódás azzal lehet összefüggésben, hogy a rossz minőségű gyümölcsöt kizárólag a hazai konzervgyáraknak lehetett értékesíteni, a német és a lengyel export szinte teljes egészében leállt, tette hozzá Apáthy Ferenc. A drága és felvízesedett gyümölcsért pedig más ágazatok, mint például a szárító vagy a pálinkaipar sem jelentkezett. Így gyakorlatilag ez a körülbelül 50 ezer tonna megyünk egyedül a belföldi konzervgyárakra szakadt rá, és nem tudták feldolgozni ezt a mennyiséget sem ilyen rövid idő alatt. Ráadásul a szokásosan 4-5 hetes megyszezonunk egy olyan 3,5-4 hétbe tolódott össze, és a különböző fajták érés idejében is egy az átlagosnál sokkal rövidebb különbségek voltak, így egy szerény termés egy nagyon rövid időszakra és egyetlen piacra rátolódva is tudott túlkínálati helyzetet eredményezni. A piaci mozgások okait a résztvevőknek még értékelniük kell, tette hozzá Apáthy Ferenc, ugyanis ezek teljesen kiszámíthatatlanul történtek, a szezon elején nem tudtak felkészülni sem a termelők, sem pedig a feldolgozóipar résztvevői.